Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A három kérdőjeles jóslás. Mi az ő gondolata, hogyan érzi magát, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam minden esetben 4000 forint. Ez a videó megjelenik április 8-án. Ezen a napon új hold van, és egy teljes napfinsternis. Erről készítettem egy videót. Hogy mit jelent egy finsternis, amikor egy új hold vagy egy teli hold a kármikus csomón van, akkor vannak ezek a finsternisek, vagy holdfinsternis, vagy napfinsternis. Tehát egy finsternisnél mindig kármikus témákról van szó. Viszont ez az aktuális napfinsternis Európából nem látható. Tehát ránk direkt nem fog kihatni, hanem ott, ahol található, mégpedig Mexikó területén és Amerika déli részén. Ott lesz ez a napfinsternis. És ott vált ki majd bizonyos eseményeket, lehet, hogy a politikai élet területén. A nap és a hold, tehát ez az új hold, az indiai számítás szerint a Revati holdházban van. Ez az utolsó holdház, és jelenti a céloknak az elérését. Ott vagyunk a közelben, még kell néhány lépést tenni, és akkor már elértük azt, amit szerettünk volna. Most így az utolsó lépéseknél nem szabad feladni. Ez az új hold, és ez a nap finsternis, ez kivált most kármikus témákat, ezúttal Rahu hatása alatt vagyunk. Rahu az a felfele mozgó kármikus csomó, jelenti a jövőt, egy új irányt és változásokat. Ez az új hold egy jó kapcsolatban van Uránusz bolygóval, ami szintén változásokra utal, vagy meglepetésekre. Egy jó kapcsolatban van Jupiter bolygóval is, ami szerencsét hoz, adja a lehetőségeket, vagy egy bírósági ügynél lesz egy szerencsés fordulat. És most megnézzük azt, hogy mit mutatnak a kártyák. Az ő gondolata az felül látható. A fa és a kutya. Ez jelentheti, hogy ő a kutyával sétálni megy, ott, ahol fa van az erdőben vagy a természetben. Amit a képek még jelenthetnek, hogy ő keresi a helyét az életben, ahol le tud gyökerezni kell számára a biztonság érzete, és ott marad majd hűségesen. Ez lehet a hivatása, ez lehet a lakhelye, ez lehet egy stabil párkapcsolat kettőtök között. Amit a fa még jelenthet, ezek az egészségügyi témák, itt lesz javulás. Lehet, hogy valaki a baráti körben betegeskedik, de ott is lesz javulás, hiszen a kutya jelentheti a barátságokat is. Ami kettőtöket illet, számára fontos a biztonság érzete, fontos a hűség, a kutya szimbolizálja a hűséget is, vagy veled szeretne lassan-lassan egy stabil párkapcsolatot kiépíteni. A fa az jelentheti a türelmet is, hiszen a fának is
időre van szüksége ahhoz, amíg gyümölcsöt hoz. Az érzelmeit bal oldalon látjuk. A hold az jelentheti az anyukáját, jelentheti az anyai érzelmeket, jelentheti az éjszakát, az álmokat, a vágyakat, az elképzeléseket, és alul a kereszt az erősíti a hitét. Ő hisz ebben a szerelemben. A kereszt jelenthet egy kármikus kapcsolatot is, ugyanúgy, mint ennél a nap Finsternisnél kármikus témák vannak, amikor a sors utatok kereszteződött, tehát ez a találkozás nem volt véletlen. A kereszt jelenthet döntéseket is, hiszen ő most elérkezik az élet útján ehhez a kereszteződéshez, és elgondolkozik azon, hogyan tovább, milyen irányba. És ő hallgat a saját érzelmeire. Mit fog tenni? Az jobb oldalon látható, ott a szerelem, tehát biztos lehetsz abban, ez a férfi szeret téged. Azon kívül ez a párkapcsolat, ez a szerelem, ez ad erőt számára, hiszen a medve jelenti az élet erőt, de a belső erőt is, a hitet. Ő hisz ebben a szerelemben. Mi fűz össze benneteket? Az középen látható a magyar kártyán, amit a férjem készített. Itt a rovás írásról van szó, ami középen van. Ennek van egy szimbolikus jelentése is. És egy bizonyos betűről. Jelenleg az U betű látható itt. Mi jut eszedbe az U betűről? Ez lehet egy név. Például Ulrik, oder Ulrike. Ez lehet egy helység is. Nekem nem jutott semmi eszembe. Nem jutott egy helység eszembe U betűvel, de megnéztem az interneten, és ott találtam két helység nevet, Úszód és Uszka. Ha neked valami így eszedbe jut, írd le a kommentárba. Az U betű az lehet egy fogalom is, például udvar, rendezni kellene az udvart. Vagy, ami még úgy eszembe jutott, uborka. Lehet, hogy ez lesz a vacsi uborka saláta. Hogy mi jut eszedbe neked az U betűről, írd le a kommentárba. A rovás írás középen van, és ha én megnézem ezt a képet, bal oldalon, jobb oldalon, te és ő vagy szimbolikusan. Az ő életútja, a te életutad, de középen kereszteződik. Kereszteződik az élet utatok, és ez egy találkozást jelenthet. Sőt, olyan visszahúzódóak vagytok, ez lehet egy közös otthon tervezése is. A német nyelvű területen szintén vannak ilyen betűk, meg ilyen régi írásmód, ezek az úgy nevezett rúnák. És ott bal oldalon alul látható ez a rúna szimbólum, ami ugyanolyan, mint a rovás írás. Ez a kép jelenti a táncot, a vidámságot, vagy a zenét, azt is jelenti a kép, hogy itt megvan a könnyűség, lesz egy találkozás, ez a férfi megérint téged. Sőt, a lepke az jelenthet egy ilyen lelki kapcsolatot kettőtök között, hiszen a lepkének a szimbolikus jelentése azok a lelki dolgok. A napi energia az jobb oldalon látható, ez a hölgy belepillant a tükörbe. Az jelentheti azt, hogy ő tükröz számodra valamit, vagy az élet tükröz
számodra valamit. Az is lehet, hogy úgy figyelgeted magadat a tükörbe, és vagy elégedett vagy magaddal, vagy nem. Az is lehet, hogy akarsz valamit változtatni a külsődön. A háttérben az ablak nyitott, tehát nyitott vagy erre, ezekre a változásokra, amit az ablak még jelenthet, ilyen internet kapcsolatok, és ott vannak bizonyos képek, ami megjelenik az interneten, de ha az ember odafigyel ezekre a képekre, néha ott nem a valóság jelenik meg. Tehát ezt a témát is jelentheti itt ez a kártya, hogy valaki az interneten tükröz valamit, de nem a valóság. Figyelj oda, hogy mi van a tükörben, vagy mi van a tükör mögött. És ez volt a felvétel. Amennyiben tetszett ez a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra, meglátogathatsz a Facebook oldalon, Dendera Medici, vagy Dendera Susanna Medici, ahol naponta beszámolok a maja naptárról. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!